100 évvel ezelőtt, 1849. május 21-én, 48-as honvédeink dicsőséges tavaszi hadjáratok során felszabadították Budavára. Kossuth honvédei ragyogó győzelmet arattak a császári seregek fölött. A budavári honvéd szobornál felsorakozott díszalakulatokat megtekinti Szakasics Árpád köztársasági elnök, Dobi István miniszterelnök és Farkas Mihály honvédelmi miniszter. Sólyom László altábornagy ünnepi beszédében hangsúlyozza, hogy a magyar néphadsereg ápolja a felszabadítók emlékét és szellemüket továbbfejleszti azon az úton, amelyet Budavár végleges felszabadítói, a hős szovjet katonák mutattak. Az ünnepi megemlékezést néphadseregünk alakulatainak felvonulása zárja be. Ez a hadsereg mindenben méltó utóda a dicső 48-as elődöknek. Hiszen az egész centenáriumi ünnepség politikai fogantatású. Ez kitűnik Révai Józsefnek a 48 útján címen megjelent kötetéből, ahol benne vannak az irányelvek 1848 centenáriumának megünneplésére, hogy a centenárium számunkra annak bizonyítására és propagálására történik, hogy mi vagyunk az örökösei 1848 minden haladó hagyományának. És itt mondja ki először ebben a centenáriumi irányelvekben a kiegyezést mélységesen elítélő, az gyalázatos árulásnak nevező mondatát, ami nincs benne Révai korábbi munkásságában. Tehát mindenféle kiegyezés, egyezkedés, imperializmus elnyomókkal az árulás, azt a párt elveti, és 48 a forradalom, a harc, a szabadságharc, az a példakép, amelynek mi vagyunk az örökösei. Hát nyilvánvaló, hogy alapvetően legitimációs és politikai propaganda célzattal készült. 48 átpolitizáltságát mutatja az is, hogy ezt az eseményt, amely hát eredetileg nyilvánvalóan az orosz intervenció révén orosz ellenes tradíciókhoz tartozik, most megfordították, és hát szovjet barát tradíciójává, mert visszaadta a zászlóknak a maradékát, és mert ugye sok orosz katona tiltakozott ellene, ehhez fűződik a Guszev ügy, a Guszevről, a kitalált orosz tisztről való utcaelnevezés. A szovjet történészeknél sincs nyoma Guszev kapitánynak. Illés Béla ezt nyilvánvalóan, mint írói leleményt kitalálta, hogy volt ez a Guszev kapitány. Hivatkozott is valami állítólag elpusztult levéltári fölel. Kérem, legjobb meggyőződésem szerint Guszev kapitány soha nem létezett, mint ahogy nem léteztek azok a Nagy Péter által állítólag Rákóczinak küldött tüzérek sem, akikről szintén Illés Béla ugyancsak levéltári adatokra hivatkozva ír. Én nagyon hibásnak és helytelennek tartom, és tartottam már akkor is, hogy a politika nem csak eszköznek használja a történelmet, hanem módosítja is az szerint, hogy az eszközök mit kíván, hogy a saját céljai, a saját taktikája mit kíván tőle. Hát akkor természetesen a kommunista párt tagja voltam, vagyis a Magyar Dolgozók Pártja tagja voltam. A beosztásom akkor a Történettudományi Intézetnek voltam munkatársa. Egyben a Századok segéd szerkesztője voltam. Még a Magyar Dolgozók Pártja soraiból is meglehetősen kevesen jutottak a Történettudományi Intézetbe. Még egy alapszerv taglétszámát sem tudták megtölteni, úgyhogy egy pártcsoport jött csak létre, és annak a pártcsoportnak voltam én a vezetője, titkára, az akkoriak közül hát Hanák Péter vagy Svíra György, én voltam a legrégibb pártag. Na ez volt a két ok, ami miatt engem kért meg Andics Erzsébet, megadta telefonszámát Sólyom Lászlónak, hogy hívjam föl az ő nevében, és kérjem fel őt egy előadás megtartására a görgei kérdésről. Amikor Andics Erzsébet említette, hogy most ősszel megkezdődhetnek az előadások, és hát kézenfekvő volna az évforduló miatt és a centenárium miatt is
a görgei kérdésről egy előadást tartani. Én azt mondtam neki, hogy nagyszerű, nagyon jó hisz az intézetnek, akkor még az igazgatója volt Kosári Domokos. Hát én nem csak tudtam, hanem ismertem is az ő doktori disszertációját a görgei kérdésről, és mondtam, javasoltam, hogy hát föl lehetne akkor őt kérni ennek a megtartására. Ő rögtön határozottan azt mondotta, hogy szó se lehet róla, nem Kosáriról van itt szó, hanem hát lehet, hogy ön nem tudja, a Sólyom László, akit azt hiszem, azt, hogy nem kell önnek megmondani, kicsoda, foglalkozik a görgei kérdéssel. És ő kellene fölkérni arra, hogy erről tartson előadást. Anna is inkább, mert az a szemlélet, amit ő képvisel, az lényegében azonos azzal a szemlélettel, amit a Magyar Kommunista Párt korábban, a háború alatt és azt követően Révai Józseftől Móda Ladárig, és jó maga, míg mondta Andics Erzsébet, képvisel. Hát ezzel indokolta meg azt, hogy itt a Sólyom Lászlót kell fölkérni, és nem a Kosárit. Akkor a pártnak eme vezető káder garnitúrájában nem számított az, hogy valakit a párt akkor katonai posztra, tudományos posztra, vagy adminisztratív posztra állít. Ők mindannyian egy ugyanazon nagy családnak, világnézetnek, pártnak a tagjai, és mépenséggel úgy emlékszem rá, hogy azt örömmel vettük, hogy nem csak mi foglalkozunk a kérdéssel, hanem kívülállók is, és nem tekintettük ilyen szempontból a Sólyom Lászlót laikusnak, hanem aki katonai szakértelemmel fog hozzászólni a kérdéshez. Én azt se tudtam, hogy Sólyom Lászlónak ez a hobbija. És már rögtön gyanú támad bennem, hogy nyilvánvalóan, hogy itt valami van a kulisszák mögött is. De hát egyrészt a társulat főtitkára voltam, mint fiatal történész, és ugyanakkor nem utolsó sorban a Magyar Dolgozók Pártjának akkor nem csak hogy tagja, hanem az intézeti pártcsoport titkára. Hát nyilvánvaló, semmi különösebbet nem láttam abban, hogy nekem a feladatom az, hogy én fölhívjam őt telefonon. Andics Erzsébet is konferálta, hogy ez jeles esemény lesz, mert ugye hát magas rangú katonai vezető személyiség jön el a társulat előadására, és így már egy kis bizonyos várakozás előzte meg a Sólyom László előadását, ott láttam először személyesen. Személyesen csak 1949. október 14-én ismerkedtünk meg, azon alkalomból, hogy a történelmi társulat elnökének, Andics Erzsébetnek a felkérésére előadást tartott az Történettudomány Intézetben a szabadságharc bukásának katonai okairól. Örömmel mentünk mi a Hadi Akadémia volt hallgatói is el az előadásra, ahol az egész magyar vezérkar ott volt, tábornoki kar. Annyi dísz egyenruhát láttam ott, mint még soha az intézetben. Valóban az esemény bizonyos értelemben rendkívüli volt, mert nagyon sok magasrangú katona, tábornokok jelentek meg, az elsősorban ültek. Mi a képre, mintha emlékezni vélném, hogy láttam a lámpaszos tábornokat, az elsősorban ültek, és a csillárok égtek. Szóval nem egy szokványos történelmi társulati előadásnak a képe tárulkozott akkor elénk, úgyhogy ez egy kiemelt eseménynek tűnik előttem. Nehéz megérteni azoknak, akik máma élnek, főleg a fiatalabb nemzedéknek, hogy mik voltak ezek az ülések. Ez egy ilyen lidércnyomásos ülések voltak, amelyen ugye fölvonult egy nagy közönség, és akkor vádakat olvastak X vagy Y fejére, és akkor az vagy megtört és önkritikát gyakorolt, amikor természetesen hát meg volt semmisítve, vagy pedig nem gyakorolt önkritikát, és akkor azért volt megsemmisítve. Iszonyatosan tele volt a terem, a lélegzet folytva figyelték az eseményeket a nézők, és akkor Andics fölkérte Sólyom Lászlót, hogy tartsa meg előadást. Egy hosszú előadás volt, amely lényegében véve azt bizonygatta, hogy Görgei áruló volt, hogy nem tudott forradalmi hadvezérré válni, hogy politikailag szemben állt Kossuthtal. Nagyjából mondom, annak a koncepciónak felelt meg, amit abban az időben a kommunista párt értelmiségi ideológusai abban az időben képviseltek 1848-ról, 49-ről, hisz a centenárium az lehetőséget biztosított ezeknek a cikkeknek, állásfoglalásoknak a képviseletére. Úgyhogy hát ezzel nagyjából azonosíthatta magát az ember,
de engem egy dolog kétségtelenül akkor zavart. Mivel én a Kosári könyvét ismertem, és tudtam, hogy az egy nagy felkészültségű történész, és a könyve is hallatlan gazdag adatszerűségekben is, és ő a maga koncepcióját illetően azt nagyon alaposan megalapozta történelmi tényekkel, dokumentumokkal. Én valahogy azért egy kicsit eltúlzottnak éreztem azt a állásfoglalást, amelyet Solyom László vallott, hát a Görgei kérdés megítélésében, tehát a bizonyos áruló szerep megfogalmazásában, amivel később még az irodalom síkján is lehetett találkozni, hiszen ha ma megnézzük Íj és Gyula a fákja lángját, nagyon rossz ízűen, hogy ezt a kifejezést használjam, néztem végig annak az Íj és Gyulának a fákja lángját, akit én személy szerint, mint írót nagyra becsültem és nagyra becsülök. De ennek a korszaknak a levegőjére jellemző, hogy ilyen művek megszülethettek az irodalomban is. És ez volt lényegében az, amit Solyom László képviselt a történettudomány területén, illetőleg ebben az előadásában. Foszlányokra emlékszem csak magából az előadásból, hiszen 40 éve ezelőtt történt, de most átolvasva a tanulmányt, amelyet ennek nyomán készített, azt kell mondanom, hogy elég széles olvasottságra támaszkodik, és eléggé belemegy a részletkérdéseibe Görgei tevékenységének, azt nagyon sok oldalról elemzi. Tehát ilyen értelemben egy kicsikét kellemes csalódás volt, hogy egy magasrangú katona ilyen jól ismeri az egész, és jól is beszél, és jól is ír. Szóval ez még egy külön előnye volt. Szépen van megírva, és jól is volt elmondva. Én az egész beállítást nagyon egyoldalúnak találtam, és sok kisebb-nagyobb ilyen, mondjuk szakmai észrevételem is volt. De nem is ez volt talán a lényeg, mert hiszen ez mondom, nem egy szakmai vitának indult, hanem egy ilyen boszorkányüldözésnek, nem tudom, ahol én voltam a boszorkány. Egy politikai tetemre egy hívás? Politikai tetemre hívás, azt hiszem, hogy ez a helyes kifejezés, igen. Na már most ugye ő előadta azt, hogy én ezt a könyvet 1936-ban Gömbös Gyula felszólítására írtam. Ez ugye a régi reakciós szemléletet képviseli, és aki hazaárulót véd, hát nem ezekkel a szavakkal, de lényegében ezt mondta el, az maga is hazaáruló. Úgy állította be, minthogyha a mindenkori reakció képviselői foglaltak volna állást Görgei mellett, és a progresszió képviselői pedig Görgei ellen. Na már most ez már magában véve nem stimmelt, mert hiszen mondjuk Jászi Oszkártól Marcali Henriken át és Móri Zsigmondon át másokig nagyon sokan foglaltak állást Görgei mellett, akit nem lehet a magyar reakció képviselőnek tekintenünk, és a magyar reakció igen kemény képviselői foglaltak állást Görgei ellen, szélső nacionalisták. Azonban akkor én nem hiszem, hogy nagyon berzekedtünk volna ez ellen a szélsőségesen, dogmatikusan bolsevik álláspont ellen, amely egyből árulónak minősíti Görgeit. Ez ellen akkor nem tiltakoztunk, mert mindannyian árulónak tartottuk akkor Görgeit. Legfeljebb a bizonyításnak a módját nem eléggé történetinek, amelyben az is közre játszik, hogy azt azért mindannyian tudtuk, hogy Görgei rendkívül szegény ember volt, aki amikor Prágában műszaki tisztként szolgált, a legsiralmasabb és elég nyomorúsabb és körülmények között tengődött, hiszen csak a tiszti fizetéséből élt, és őt, mint a jómódú középnemesség osztályának képviselőt beállítani, aztán egy kicsikét túlzásnak tűnt, de ez akkor az egésznek a beállításában, az egész anturázsban egy egészen elhanyagolható szempontnak tűnhetett. Az akkori marxista-leninista történetszemléletnek megfelelően kétségtelenül egy ilyen álláspontot képviselt, tehát osztályharcos alapon közelítette még ezt a kérdést is. Én a személyét, tehát az előadásnak a moderát tónusát meggyőzőnek tartottam, mert ő szuggesztív egyéniség volt, egyenes, kemény, határozott. A mondatai is olyanok voltak, az érvelése is
sok szempontból akkori fejünkkel meggyőző volt. Tehát egyáltalán nem úgy tűnt, mint aki egy kényszerrel vállalt szerepet jól-rosszul előad, hanem mint aki saját kutatásai alapján valamiről meggyőződött, egy ideológiai rendszerbe beállította, és nagyon határozottan előadta. Az volt ebben valami meggyőző szuggesztív erő kétségtelenül, úgyhogy sem egy olcsó és szánalmas védekezésnek nem tűnt, sem pedig valamiféle ilyen kívülről ráerőltetett szerepnek. Most arra azt hiszem, hogy igazán nem tudnám megmondani, hogy maga a tartalma is ugyanennyire meggyőző lett volna, mert azért voltak benne olyan megfogalmazások, amelyek nem vágtak össze a mi akkori felfogásunkkal. Hát egy olyan mondat, ugye, hogy Görgey csak az osztályhelyzetéből kell megérteni, semmi a jellemiből, alkatából, a szituációból, a Kossuthtal való viszonyából, csak az osztályhelyzetből tudnik ő, minden ténykedése, nekirendülése és megtorpanása, ingadozása, és egyre határozottabban forradalomellenes kísérletei a harc feladására, végül formális árulása, mindez osztályának a szabadsággal és a haladással szembeforduló, a forradalmat eláruló, végül a feudalizmussal összefonódott nagy tőke lakájának szegélyedő, jobboldali birtokos nemesség megnyilvánulása volt. Ezt a mondatot akkor történész még mi közünk nem írta volna le. Nézze, mert nagyon jól tudtuk, hogy nagy tőke, mint olyan, akkor nem létezett, akkor a nemesség nem vált lakájává a nagy tőkének, ugye, és ilyen értelemben egyértelműen jobboldalivá váló és forradalomellenes nemességről azért mi sem beszéltünk, habár a békepártot elítéltük, és Görgeyt is elítéltük, de nem ebben a modorban, ez bizonyára kis erős túlzásnak hathatott. Számomra, amit mondott, az nagyon meggyőző volt, messze túl azon, hogy elfogadható volt, és egyetértettem vele, és én logikusnak láttam az ő következtetéseit, amelyek egy alapos történelmi tájékozódás, történelmi adatgyűjtésen alapultak, és az ő katonai ismeretei, katonai képességével ötvözve alakult ki benne az a kép, amely ebben az előadásban elénk tárult. Alaposan megnézte a forrásanyagot, és nem csak Görgey emlékiratait, hanem Kossuth és Görgey levélváltását, Kossuth különböző nyilatkozatait, és ezek alapján alakította ki azt a véleményét, amelyik ebben a tanulmányban, nyomtatásban is megfogalmazást nyert, illetve olvasható. A csaták, ütközetek, előretörések és visszavonulásoknak a katonai leírása hitelesnek tűnik, vagy legalábbis meggyőző érveket tartalmaz, hogy mit mulasztott és hol mulasztott Görgey. És ez tisztára katonai szempontból tekintve érdekesnek, talán részben meggyőzőnek is hangzik. De hát ma már ugye is van annyi sok jó Görgey munkánk, hogy nem lehet, ezt nem lehet azért hitelesnek ma már elfogadni. Talán kétséges azért az, hogy azok a hat történeti jellemzések helyesek-e, amiket Sólyom mond, mert például az északi felvidéki, a felvidéki visszavonulás az rendkívül pozitívnak és helyesnek bizonyult, hiszen ennek itt kellett megteremtenie valamennyire is állóképes, ütőképes hadsereget. Korán sem arról van szó, hogy bújt és menekült az ellenséggel. Úgyhogy van ma is még olyan rész, amit érdemes átolvasni, de egészében az egész érvelése is ez, ami számomra ma a legjellemzőbb és mondjuk legelfogadhatatlanabb, egy az első mondatokban kifejtett prekoncepciónak az igazolására szolgál, akár megfelel a valóságnak, akár nem felel a valóságnak. Sólyom László nem ekkor 1949-ben kezdett 1848-49 történetével és ezen belül Görgeyvel foglalkozni. És ha megnézzük ezeket az említett tanulmányait és a különböző előadásaira, hogyha most visszagondolok, akkor azt kell mondanom, hogy ez nála egy szerves, logikai folyamat volt, aminek én nem hiszem, hogy a napi politikához különösebb köze lett volna. Ez az ő belső meggyőződéséből fakadt, még nem Farkas volt a honvédelmi miniszter, amikor őneki Görgeyről már egy eléggé keményen elítélő álláspontja írásban, nyomtatásban megjelent. Mi a Hadi Akadémia volt hallgató és figyelemmel hallgattuk, aminek a gondolatmenetében végig érezhető volt, hogy érezhetők voltak azok a párhuzamok, amelyek a napi politikai eseményhez kapcsolódnak. Így többek közt érzékeltük a Pálffy letartóztatás kapcsán kialakult eseményeket, illetve Pálffy értékelését
véltük Sólyom László szavaiból kiolvasni, mint egy önkritikát gyakorolva szólt a katonai vezetőknek arról a hibájáról, hogy nem eléggé komolyan veszik a politikai vezetés tanácsai szempontjait, illetve nem rendelik alá teljes mértékben magukat a politikai vezetésnek. Hogy láttunk-e kapcsolatot Rajk és Pálffy ügy és a Görgei között, azt így közvetlenül nem, legfeljebb annyit, hogy hogy kell elbánni, hogy egy szabadsághoz, egy forradalom katonai vezetővel, árulóival, ahogy a magyar szabadsághoz egy nagy gyengéje volt, hogy Kossuth nem tudott leszámolni Görgeivel. És íme a bennmaradt áruló végül is a katasztrófába juttatta, vagy legalábbis hozzájárult a csúfos bukáshoz. Ez elkerülendő. Ilyen kontextus volt, de azt nem éreztem akkor, vagy legalábbis most úgy vélem, hogy akkor nem éreztem, hogy ennek szoros kapcsolata lett volna a Pálffy igazolásával. Ma, hogy újból átgondoltam és átolvastam ezt a cikket és ezt a témát, világosan látom, hogy itten egy önvédelemről feltétlenül szó van, mert nagyon jól ismerős nekem az a képlet, saját sorsomból is ismerős az a képlet, hogy mennyire el kell határolódni a nem osztályállásponttól. Az osztályálláspont hangsúlyozása rendkívül fontos, hiszen ez mutatja azt, hogy elszakadtunk a régi osztálykötöttségektől, és a proletariátus álláspontjára helyezkedtünk. Ez nagyon erősen áthatja, annyiszor tér vissza benne az osztályálláspontnak a hangsúlyozása, hogy ez mindenképpen valaminő deklarációnak, önidentitás meghatározásnak, védekezésnek. Talán Sólyom, ezt akkor nem tudhattuk, de Sólyom talán érezte, hogy a bombák egészen közvetlen körülötte csapkodnak, és valahogy el kellett hárítani a gyanúnak még az árnyékát is. A Görgei előadás az már egy szerves része volt Sólyom László elaltatásának. Folyamatosan következtek be lépcsőzetesen a régi tiszteknek a félreállításai. Most a sorrendben lehet, hogy tévedek, megkezdődött azzal, hogy Illé Gusztávot leváltották, elküldték gyárigazgatónak. Semmi baj nincsen. Merényi Gusztáv vezérőrnagyot elküldték nyugdíjba. A következő lépés volt Pálffy kivégzése után pontosan a Görgei előadás. Erre az előadásra egyértelműen ki tudom jelenteni erről az előadásról, hogy ez nem készült el időben rendesen Sólyom László lelki állapotánál fogva, de erre az előadásra fölkészülni nem tudott. Az előadásnak a vázlata megvan. Az ávótól visszakerült az előadásnak 16 oldala. A 16 oldal hevenészetten diktáltatott le, hogy ki volt a gépíró, nem tudom, de az tény, hogy a gépelésben olyan szakmai hibák vannak, hogy Gulyónak a nevét nem tudta ki gépelt leírni, kápolna helyett korponát írt állandóan. Szegény Sólyom László megpróbálta két-három oldalon kijavítani, ezt abba hagyta. Én ebben az időben Sólyom László mellett szolgáltam. Móricz Lajossal részt vettünk ezen az előadáson. Egy agyonhajszolt ember volt Sólyom László, aki azt se tudta, hogy mit csináljon. Akkor úgy került ennek az előadásra sor, hogy összeszedte ezeket a hevenyészetet összeállított lapokból ezt az előadást, és ez az előadás úgy folyt le, amit nagyon helyesen, nem tudom, hogy a Kurdi Jóska ott volt ezzel előadáson, mi ott voltunk. Na most ehhez még csak azt kell hozzátenni, hogy a Hadi Akadémia, amiben a hadászatot tanította nekünk, majdnem egy évig foglalkoztunk a szabadságharca. Tehát pontosan ismerem az ő erről alkotott véleményét. Teljesen egyezik a véleményem a Kurdinak a véleményével, amely szerint ő nyilvánvalóan tudta, hogy ez egy provokáció. Mindenki lélegzett visszafolytva hallgatott, és mondom, az egésznek volt egy olyan feszült légköre, hogy már-már arra gondoltam, hogy innen nem is lehet épségben kijutni. Illetve ha kijutna, akkor az embert már inkább viszi. És utána nekem kellett
abban a nagyon feszült, izgatott légkörben erre válaszolni. Kosári Domokos kétségbe vonta Sólyom László néhány megállapítását azzal, hogy Görgei árulását ilyen egyértelműen nem szabad történelmetlen kimondani. De én ott nem akartam nagy támadásokat kezdeni, hanem azt kezdtem mondani, hogy nagyon érdeklődésre hallgattam ezt az előadást. Nagyon érdekes volt, de hát sok minden nem tudok egyet érteni. Például helyenként a keresztnevek jók, de a vezetéknevek nem. Például ugye hát én valóban egy Gyula felkérésére írtam ezt a könyvet, de ez nem Gömbös Gyula volt, hanem Szegfi Gyula, aki jelenleg Magyarország moszkvai nagykövete. Tehát nem tartozott föltétlenül a reakció képviselői közé. Szóval a közönség mosolyogni kezdett. Felenyhült a hangulat, ami nem felelt meg a forgatókönyv intencióinak. A válasz, ami erre a hozzászólásra elhangzott, az úgy emlékszem, hogy arra vonatkozott, hogy Sólyom László azt hangsúlyozta, hogy egyértelmű Görgei árulása, és hát erre ezt a idézetet talán célszerű lenne felolvasni. Hangsúlyozta Sólyom László, hogy Görgei magatartása nem jelleméből, hanem osztályhelyzetéből származott, híven képviselve annak kétarcúságát. Lelkesen tapsoltunk erre a válaszra, mert igaznak éreztük, és Kosári Domokost éreztük olyannak, aki hát ugyancsak osztályidegen származása folytán nem érti meg a politikai és a katonai vezetés kapcsolatának pontos tartalmát, helyes tartalmát. Néhány további, nem különösebb érdekes hozzászólás után Andics, mint elnök fölállt, és megkérdezte, hogy hát ez ennyi mondani valom volt, mondom, igen. Hát akkor sajnálom, mi alkalmat adtunk önnek, hogy önkritikát gyakoroljon, de hát ön erre nem hajlandó. Hát nem ezt mondta, de ez volt benne, akkor lássa a következését. Én még benne voltam ebben a humorizáló, nem mindig szerencsés modorban, és azt mondtam, hogy nem. Én nekem súlyos lelkiismeret furdalásaim vannak. És láttam, hogy a remény megcsillan szemében. Azt mondja, miért? Mondom, kérem, én végighallgattam egy érdekes előadást, több mint egy óra volt a szabadságharc bukásának katonai okairól. És ebben nagyobb részt az én hibáimról volt szó. És arra gondolok, hogy ha egy kicsit jobban igyekszem, talán megnyerjük a szabadságharcot. Hát a katonák mind jobbra-balra düledeztek a nevetéstől. Andics haragosan elpirult és kirohant és bevágta az ajtót. Hát így zajlott le ez a bizonyos nevezetes dolog. A Görgei előadást én nem úgy látom, ahogy Kosári Domokos. Én, mint parancsőr tiszt Sólyom Lászlónak valamennyi előadását előzetesen ismertem. Az előadásának a 16 oldalán Kosári Domokosnak még a neve se szerepel. Az előadást utána Sólyom László fecni papírokról folytatta, tehát rögtönzött. Ezek között a papírok között szerepel Kosárinak a neve 2-3-szor, de ugyanakkor 11 más történész neve is. Sólyom László nem is ismerte Kosári Domokost. Amikor az előadás a végén föláll Kosári Domokos, az első sorban, Sólyom László megrökönyödött, és azzal felelt neki, hogy kérem, én azt hittem, hogy maga egy szakállas öreg úr, ha pedig nem, akkor már azt hittem, hogy már régen nincs az élők sorában. Hogy amikor a Kosári hozzászól ehhez a dolgora, a Sólyom teljesen paf volt, mint Kurdi Jóska említ. Én azt hittem, hogy maga egy szakállas öreg ember. És kicsi vagy egy nála fiatalabb, jóval fiatalabb, egy 5-6 éve fiatalabb emberről volt szó. Az előadásokra vonatkozóan, az általa megpublikált cikkekre vonatkozóan, az egyértelmű megállapításom, hogy azokat a cikkeket abban az időben, a diktatúrában csak így lehetett megírni. Hát hogy lehet elképzelni azt, hogy a Pálffy kivégzése után előjöjjön a Sólyom egy olyan előadással, mikor a pártnak a hivatalos álláspontja az, hogy a Görgei egy kalandor,
akkor a honvédség vezérkari főnöke tart egy olyan előadást, mint a legképzettebb katonai szakember, amelyben azt állít, hogy a Görgei az a legnagyobb magyar hadvezér. Hát ez egy abszurdum. Én őt egy teljesen tisztességes, jó hiszemű embernek tartottam, azelőtt is és azután is, aki nyilván nem személyes indulatból, vagy nem tudom én, karrierizmból csinálta ezt, hanem egy olyan ember benyomását keltette, egy egyenes, őszinte meggyőződésű és nagy igyekezetről tanúskodó katonáért, ki be akarta bizonyítani, hogy ezek a ő, mint régi tiszt, igazán őszinte híve az új forradalmi hadseregnek és politikának. Na most számára ez a történelem, ez tulajdonképpen a politika eszköze volt. Ezt én egy volt ludovikás tisztről és egy katonatisztről tábornok, nem tudom rossz névenben, nem az ő dolga, hogy eldöntse, hogy a politika a történelmet hogy kezeli. Akkor, amikor már a Rajkot előzőleg még tavasszal elhurcolták, amikor már Pálffy Györgyöt elhurcolták, ebben a légkörben őtőle ezt lehetetlen lett volna várni, hogy itt most elkezdjen azon töprengeni, hogy most ez egy helyes álláspont a politika részéről, vagy nem, pláne, hogy ezt nyilvánosan kifejezésre juttassa. Én ezt érzem a primer motivumnak, amely állandóan visszatér az előadásban, de azt nem zárnám ki, sőt nagyon valószínűleg tartom, hogy egy ilyenfajta szándék, hátsó szándék föltenül benne rejlett, hogy lám az osztályához hű Pálffy, ugye, nem tudta átlépni ezeket a korlátokat, talán nem is akarta, beépült, és az osztály ezzel meghatározta a tevékenységét a munkásmozgalomban, és mostan ugye a új népi demokratikus vezetésben is. Ez egy lehetséges, hogy ezzel már nem az ítéletet alátámasztani, csak magyarázni akarta, és magát elhatározni az egésztől. Ez egy nagyon-nagyon plauzibilis feltételezés. Ő önmagát is igyekezett meggyőzni arról, hogy neki, mint az új néphadsereg vezérkari főnökének kötelessége a politikát híven szolgálni. Ezt ugye, amikor a Budavár visszafoglalásának volt centenáriuma, ott a Farkas Mihály honvédelmi miniszter jelenlétében elő is adta. 1849 történetéből meg kell tanulnunk, hogy hova vezet, ha a haderőt a nép céljaitól távol álló kalandorok vezetik. Ha a hadvezér nem rendeli alá magát a politikai vezetőnek, hanem megpróbál öncélú háborút viselni. Mi nem eshetünk többé ilyen súlyos hibába. Ezért őrizzük féltő gonddal a hadsereg hűségét, egységét. Ezért ápoljuk és gyarapítjuk politikai értékét. Hogyha a szabadság és a béke érdeke megkívánja, katonai vezetőivel az élen egy emberként sorakozzék fel a magyar nép politikai vezére mögött. A politikai vezért, ez félreérthetetlen volt, hogy ez kicsoda, csak egy volt, hát ők teljes maradéktalanul szolgálják. Ha ő elindult ezen az úton, nem is tehetett más, mint hogy ezen haladjon tovább. 49-ben bennünk volt még az a messianisztikus megváltás hit vagy reménykedés, hogy ez a párt fogja megváltani az országot, fölemelni az országot, és az újra alakítani a világot, az embert, az emberiséget. Élt egy ilyen hit bennünk, és közismert dolog, hogy amihez az ember nagyon ragaszkodik egy hithez, mert valamilyen érdeke, értéke, léte, vagy állása, helyzetet hozzá kapcsolódik szorosan, roppant nehezen mond le egy ilyen hitről, pláne a messianisztikus megváltó hitről. Ez az egyik, amire el akartuk hinni. Nem is, hogy hittük, csak el akartuk hinni, ami történt. Másrészt pedig a jelenség, pláne még velünk megtörténtek, és körülöttünk megtörténtek, azok félelemmel, szorongással töltöttek el, hogy nem lakozik bennünk egy olyan ellenség, akit mi nem ismerünk és nem tudunk róla, tehát felfedezhetnek bennünk egy ellenséges elemet, és akkor roppant nagy baj, akkor az életünkkel játszunk. Tehát hit és reménykedés és félelem és szorongás keveredett benne. És gondolom, ilyesmi nagyon is megfordulhatott Sólyom László fejében, tudatában is, hogy ő hinni akar, mert hát ehhez csatlakozott ez a léte, de ugyanakkor teje tele volt szorongással, hogy körülötte sorra hullottak az emberek, a vezető pártkáderek. És ez a kettőségből egy, nem akarok nagy
tudományos szavakat használni, de ezt azt hiszem úgy hívják, hogy kognitív diszonancia keletkezett, mert kognitív diszonancia a megismert, átélt tények és az érzelmi beállítottságoknak a konfliktusából ered, ezt azért fel kell oldani. Most az egyik feloldás volt ez az előadás, és ennek volt egy ilyen éle a kosári domokos ellen, de az nem jutott akkor eszembe, és ma se jut eszembe tulajdonképpen, hogy ez egy szerves láncszeme lett volna a kosári domokos eltávolítására, hogy ennek kvázi egy tudományos megalapozását adta volna, és jól tudtuk, hogy kosári domokos Zincedből eltávolítása jóval korábban elhatározott tény volt, azért, mert ha az akadémia újjáalakul és az új történettudományi intézet jön létre, annak egy marxista intézetnek kell lennie, amelynek vezetésére nem hivatott és nem alkalmas kosári. Meg kell mondanom, hogy igen, mi ezt nem csak hogy támogattuk, hanem közelebb működtünk ebben az egész folyamatban, nagyon tevékenyen, nagyon egyetértően, amelyet roppant módon elítélek és sajnálok utólag, és hát fiatalok voltunk, 21 néhány évesek, és a párt militáns katonáinak éreztük magunkat, akiknek harcolnia kell a burzsáz ellen. Nyilván valahogy osztályharcot folytattuk, amely dicséretes dolognak tűnt. Elég hosszan foglalkozott a sajtó az előadással, pusztán arról a tényről, hogy ez a századokba tervezték ezt megjelentetni. Hát az én figyelmem már akkor a saját személyem körül kavargó eseményekre koncentrálódott, és nem tudtam figyelemmel kísérni azt, hogy mi lett a sorsa ennek a cikknek, és egyáltalán miért nem jelenhetett már meg a századokban. Néhány hét vagy egy-két hónap múlva Debrecenben megismételte ugyanezt az előadást a Történelmi Társulat Vándorgyűlésén. Ebből az látszik, hogy a témát, a szemét és az alkalmat a társulat akkori vezetője, vagy talán még magasabb körök fontosnak tartották, hogy egy vándorgyűlésen országvilág előtt ismét publikáljanak, publikussá tegyenek. Valóban úgy látszik, hogy a Görgeilnek a teljes hát kivégzése, másodszor vagy harmadszori kivégzése is, és a Sólyom László szerepeltetése is fontosnak. Tehát szóval ezért én nem van hasább korrektúrában ott állott, javít, sőt már ki is javította Sólyom László, itt vannak a Margón az ő betoldásai, javításai és korrektúrái, de már nem került közlésre, mert időközben is ugyanarra a sorsa jutott, mint amilyenre a Pálffy. Hiába mondott el ezt a beszédet, és hiába írta meg ezt a cikket, ki kellett venni a századoknak már egy készülő számából, és ez korrektúra formájában maradt meg az utókorra.